Nagykovásné Mária szintén oktatással kapcsolatban kérdezi, hogy logopédus, készségfejlesztő, illetve pszichológus miért nincs megfelelő mennyiségű. A mai világban azt tapasztalom, hogy egyre több olyan gyermek van, akire jobban oda kell figyelnünk és többet kell segítenünk, vagy a nyelvtanulás kapcsán, vagy a nyelvi készségek kifejlődése kapcsán, vagy általában a hátrányos helyzet okán. Ezért örülök annak, hogy a Kagylóhely Központban itt az Andrássy úton egy nagyon komoly csapat dolgozik a gyerekek felzárkóztatásáért, Bálint Gabriella vezetésével. Valóban kevés a jó logopédus, és jó pszichológusokra, gyerekpszichológusokra is szükség van. Ezt az állam és az önkormányzat közösen kell, hogy a problémát kezelje. De Bálint Gabriellát külön megkérem, hogy a Nagykovásné kérdésével foglalkozzon. A panasz arra vonatkozik, hogy sokat kellett várniuk, még megfelelő szakemberhez jutott a gyerek, és nagyon sok munkát kell elvégezni annak érdekében, hogy a hátrányokat közösen leküzdjék. Nem vitatható, hogy a logopédusokra nagyobb szükség van, mint korábban, és a készségfejlesztésnek nagyobb jelentősége van, mint korábban. Nekünk az a fontos az ország és az állam érdekében, hogy a gyerekekre jobban kell vigyáznunk. 3 éves korában minden gyerek óvodába kell, hogy járjon, ott ingyenesen kell, hogy étkezzen, az iskolában pedig ingyenesen kell, hogy tankönyvet kapjon. Ezt már megvalósítottuk, és minden gyerekre külön kell vigyáznunk, hogy a szorgalmának, tehetségének és képességeinek megfelelő oktatásban részesüljön, tudásban legyen része, és azzal boldogulni képes legyen. Ezért alakítjuk át az oktatási rendszert az új nemzeti alaptantervel.